A sváb sarok településeire közel 300 évvel ezelőtt települt be az a német ajkú lakosság, amely magával hozta az óhaza szőlő és bor kultúráját. Császártöltés, érsekhalma, hajós és nemesnádudvar ma az ország legnagyobb potenciáljával rendelkező borrégiója. Az Európában is egyedülálló pincefaluban 1200 kisebb-nagyobb pince található. Ezek egyike a császártöltési Berger pince. Az első generáció kiválta a pincét, a második megépítette a présházat, a harmadik viszi tovább az örökséget. Elég fiatalon már, ilyen 10-11 éves koromban apukám még vittek ki a szőlőbe. Eleinte csak ugye játszottunk a szőlősor végébe, később, amikor már elbírtuk a kapát, akkor már használni is kellett. Akkor nem annyira élveztük a testvéremmel, de igazából gyorsan beletanultunk, és valahogy mindig kialakult bennünk egy kis versenyszellem, hogy ki ér ki hamarabb a sor végére, úgyhogy ez a kezdeti idegenkedés később a szőlőművelésbe már örömöt is hozott, és nagyon fiatalon, már 15 évesen édesapánk ránk bízott egy kisebb szőlőterületet, amit teljes egészében mi műveltünk, és ezzel meg is szeretette velem a szőlőművelést, testvéremmel nem annyira, de velem megszeretette, és 15 évesen borászati suliba is mentem, és borásznak tanultam, majd később főiskolán is, és 2001-ben, 21 évesen jöttem haza, akkor már borászatunkba dolgozni. Aki a sváb sarokba házasodik, annak eldől a sorsa. Egyfajta hozományként kapja a borkultúra szellemi és anyagi örökségét, amelynek aztán ő maga is része lesz. Az én szakmám, hivatásom az, hogy gyógyszerész vagyok. És ahogy összehozott bennünket a sors a férjemmel, megszeretette velem a bor világát és kultúráját, a borivás kultúráját, és gondoltunk egy nagyot, hogy mi lenne, ha én is elvégezném ezt az iskolát, mert hogy hál' Istennek nagyon sok helyre hívnak bennünket, és én vagyok az, aki a vidékre megyek és borkóstolót tartok, és ő pedig itthon császártöltésen fogadja a vendégeket. És bizony, hogy van ez úgy, hogy egy hétvégén, vagy hétköznap esetleg a szüret időszakában rám nehezedik ez a feladat, és ezért gondoltuk azt, hogy nekem ezt el kell, hogy végezzem, és bele kell, hogy tanuljak, bele kell, hogy lássak. És így, hogy a kémia, a vegyészet egy picit már az enyém, ezért mondhatom azt, hogy igen, kell a háttértudás. A szőlészetborászat több évtizedes családi tradíció, a vendéglátásnak csak 8 esztendős múltja van a családi vállalkozásban. Ez a, ugye a pince, ahol most vagyunk, innen indult még valamikor a borászatunk, ez most már vendégházként működik, amit ki is bővítettünk, kezdetben csak 3 szobában működtünk, most már egy 15 fős vendégházunk van, és hát ez jelenti most a legnagyobb örömöt számunkra. Feleségemmel, Mesivel csináljuk, hál' Istennek rengeteg vendégünk van, itt tartjuk a borkóstolóinkat, borvacsoráinkat, és a vendégektől kapott visszajelzések az, amik nagyon nagy örömet jelentenek számunkra. A vendégek visszajelzéseit is komolyan veszik, ugyanakkor nem mondanak le arról a jogukról sem, hogy ők maguk is diktálják a divatot, azaz merész újításaikkal meglepjék fogyasztóikat. Az évente értékesített 60 ezer palacka visszajelzése annak, hogy a két igény ötvözhető. 36 hektáron művel szőlőt a család, ami ezen a részen, ezen a hajósbajai borvidéken, illetve császártöltés hegyközségben elég nagynak számít, és még ehhez szoktunk hozzávásárolni szőlős gazdáktól. 18 fajta szőlővel szőlőt művelünk, és nagyjából mindegyik palacba is kerül. Ez persze természetesen Gábornak a feladata, tehát ő a megálmodója, hogy melyik szőlőből, melyik aztán később borból mit és hogyan készít el. Bergerék, amennyire tőlük telik, pincéjükben és vendégházukban megállítják az időt. Aki hozzájuk érkezik, annak a náluk töltött idő alatt semmi sem sürgős. A nyugalom pincéje önmagában is teljes program, de bázisa lehet környékbeli gyalog vagy hosszabb, rövidebb biciklis túráknak.
Én, amikor vendégeket fogadok, mindig lehozom ide a borospincébe, mert ugye a vendégek is változóak, tehát valaki a természet miatt jön, valaki a vörös mocsártúrázás miatt jön, nagyon sokféle fajta lehetőség van itt ezeken a területeken, amit úgy a vendégek szeretnek és szoktak csinálni, és ugye hát borozni is van, aki borozni jön. Leszoktam ide hozni őket a pincébe, el szoktam mondani, hogy mik azok, amik úgy menőbbek, amiket a vendégek jobban szeretnek, és elmondom mindig azt legutolsó sorban nyilván, hogy mi az, amit én szeretek, mi az én kedvencem. De most, aki ugye egy könnyedebb, lágyobb fehérbort keres, mert hát a hajósbajai borvidék a rozéról, illetve a fehérborokról híres, nem biztos, hogy vöröset szeretne kóstolni. De van ellenpélda is erre, igen. A hegyközségben tevékenykedő borászok, bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy konkurenciái egymásnak, egymásra vannak utalva. A versenyszellem itt is jelen van ugyan, de ez nem szül ellenségeskedést. Inkább arról van szó, hogy a pincészetek, a borászatok egymást húzzák, hiszen ha csak egyikük sikeres, akkor az az egész borvidéket húzza magával. A piacon maradni az nagyon nehéz. Tehát a boltokba, vendéglátó egységekbe bort eladni nagyon-nagyon nehéz, ugyanis hatalmas nagy a konkurencia. Viszont egy ilyen vendégház, amit mi itt üzemeltetünk, ezt ha az ember jól csinálja, szeretettel csinálja, ahogy mi is csináljuk, mindig csak mi ketten a párommal, soha nem engedünk senki mást, nincs alkalmazott, tényleg mindent mi csinálunk. Itt ezt a vendégek észreveszik a családias hangulatot, és úgy gondolom, hogy visszajárók, tehát rengeteg visszajáró vendégünk van. Úgyhogy ebben szerintem van jövő, és én úgy is látom, hogy inkább ebben van jövő, mint azt, hogy megpróbálni különböző nagykerekbe vagy multikba, és azt fölvenni a nagyokkal a versenyt. Abban mi nem látunk jövőt.